Anikó Kft. nemrégiben kedves meghívást kapott. A meghívót egy hosszú nevű szervezet küldte, úgyhogy muszáj puskáznom. A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, rövidítve HTE, közlekedés hírközlési szakosztályának vasutas távközlési klubja. A vasutas kollégák azt kérték, hogy klubnapjukon mutassuk be azokat a korszerű adóvevő rendszereket, amelyek a vasúti kommunikációt is segíthetik. Négy prezentációt tartottunk, Ezeket videón most veletek is megosztjuk. Ebben az epizódban Hildebrand Krisztián, POC üzletágvezető, azaz az én prezentációmat nézhetitek meg az Anikó Kft-nél elérhető internet alapú adóvevő rendszerekről, azaz a Motorola vév és a Kalta iChat e rendszerről. A többi prezentáció linkjét a leírásban találjátok. Sziasztok, Hildebrand Krisztián vagyok, és én rádióamatőr vagyok elsősorban, másodszorban pedig az Amnikó Kft-nél az internet alapú adóvevőkkel foglalkozom. Más dolgokkal is nyilván viszonylag kicsit cég vagyunk, úgy időnként kell mással is, de azért ez a fő terület. Azt mondták, hogy ez ilyen kötetlen jellegű, inkább beszélgetős típus, úgyhogy én készültem, van itt 8800 dia, le is fogom vetíteni. Viszont fogalmam sincs, hogy, hogy, hogy akik itt vannak, ők a rádiózásnak melyik részével foglalkoznak, a hírközlés, a távközlések melyik felével. Találkoztatok-e internet alapú adóvevőkkel? Jó. Na, hogy mindenki nagy gurul lett volna, akkor nem az elején kezdem. Mobiltelefonja van-e mindenkinek? Hány? Jó. A munkavégzéshez nagyon szeretünk használni adóvevőket. Ismerjük, hogy hogyan működnek. Vannak ugye mobil készülékek beépítve járműbe, vannak stabil készülékek, tehát amik otthon vagy az irodában le vannak téve és fixen működnek, illetve vannak ugye a kézi adóvevők, nevezzük őket köznéven walkie Tokinak. és alapvetően ezek az eszközök tökéletesen alkalmasak arra, hogy a munka végzést, vagy a munkafolyamatot segítsék. Csoportok kommunikálnak egymással, tehát van egy, 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 tevékenységet végző társaság, akik mondjuk tegyük föl, nem értek a vasúthoz, de mondjuk egy pályaudvaron belül egy feladatot végeznek, és azon vagy például egy építkezésen dolgoznak, és ők egymással kell, hogy tudjanak beszélni gyorsan és hatékonyan. Itt ugye az történik, hogy fogja a kis adóbevőt, és egy csatornán elmondja azt az információt, azt az üzenetet, amit egyébként mindenki másnak is hallania kell, tehát nem kell visszaigazgolgatni mindenkinek egyesével, nem kell egyesével mindenki fölhívni telefonon, hogy, hogy megvitassák a dolgot, hanem amit itt mondok, azt mindenki hallja, aki az adott csatornán van. Ez egy nagyon hatékony kommunikációt tesz lehetővé, és, és egyszerűsíti a munkavégzést. Viszont vannak limitációk, mert Viszonylag limitált az, hogy mennyi csatorna, hány frekvencia áll rendelkezésre, tehát nem tudunk korlátlan mennyiségű csoportot, beszédcsoportot létrehozni, nincsen korlátlan mennyiségű frekvencia. Ha nagyon sok a felhasználó, nem tudjuk őket feltétlenül jól és hatékonyan elkülöníteni egymástól. Illetve van egy hatótávolsága is ugye ezeknek az eszközöknek, ugye, amik a rádiók egymást hallják, addig tudnak kommunikálni. Lehet a hatótávolságon természetesen javítani, úgyhogy átjátszókat helyezünk el, és telepítünk le különböző helyekre, de ugye ez is egy limitált lehetőség, hiszen egyrészt infrastruktúrát rétrehozni drága, hogyha olyan helyen használjuk, ahol csak egyszer dolgozunk, ott nem feltétlenül éri meg keresni egy helyet, ahol ezt föl lehet szerelni és üzemeltetni, stb. 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 Ugyanakkor átjátszóknak több frekvenciára van ugye szükségük, tehát még több frekvenciát, még több engedélyezési eljárás. De aki használ mobiltelefont, az tudja, hogy elmegyek akár akárhová, üveszem a zsebemből, Tornyok le vannak telepítve, hiszen ott vannak a mobilszolgáltatóink. Fölhívom a feleségemet akárhonnan, puszt a közepéből, és elmondom neki azt, amit szeretnék. Tehát egy egy hatékony kommunikációs eszköz. Ugyanakkor, ha én egy csoporttal szeretnék beszélni, másokkal szeretnék, a saját munkatársaimmal gyorsan szeretnék egy információt, váltást eszközölni, akkor nem annyira hatékony, hiszen föl kell tárcsázni, eltelik egy bizonyos mennyiségű idő, mire megtalálja a rezgő készüléket a táska mélyén fölveszi, és így tovább. Tehát ez egy lassú kommunikációt lesz lehetővé. De azt tudjuk, hogy a, hogy a 3G, 4G hálózatok, 2G, GSM hálózatok ugye gyakorlatilag már az egész országot, vagy hát a, szinte a világot most már lefedik. Úgyhogy a rádiógyártók elindultak abba az irányba, hogy elkezdtek úgynevezett internet alapú adóvevőket gyártani, amelyek úgy néznek ki, mint egy hagyományos adóvevő, ugyanúgy egy PTT gomb van az oldalukon, tehát be kell nyomni, amikor beszélni szeretnék, de a kommunikáció az egyébként a mobil szolgáltatóknak a hálózatán keresztül Megy. Tehát ugyanúgy, mint, egy, mint akár egy mobiltelefon, rácsatlakoznak ezekre a, 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 tornyokra, és ezeken keresztül tudnak kommunikálni a készülékek. Így módon a hatótávolságuk gyakorlatilag korlátlan, hiszen mindenhol, ahol elérik ezeket a mobil szolgáltató tehát elérik a mobil hálózatot, ott tudnak ott használhatók ezek a készülékek. Gyakorlatilag most már majdnem minden gyártónak van internet alapú adóvevő rendszere, a Motorola-nak is ezt ők Wave-nek nevezik. És ugye mi foglalkozunk nyilván Motorola partnerként a Motorola Wave rendszerrel is. A másik rendszer amivel foglalkozunk, az pedig a Kalta vagy Kolta, ahogy ők mondják, rendszere. Ők ICSET márka néven forgalmazzák azokat a készülékeket, amelyek internet alapúak. Velük nagyjából két vagy most már lassan három éve vagyunk kapcsolatban, és az ő rendszerükben nagyon sok olyan dolgot emeltek be, amit mi a felhasználói tapasztalatok alapján kértünk tőlük, tehát nagyon közeli munkakapcsolat van egyébként velük, de erről majd külön fogok beszélni, amikor odáig jutunk. Először a WAV rendszerről beszélünk a motorola Alapvetően három fő elemből áll maga a rendszer. Vannak az adóvevőkészülékek. Ezekben most két típus tudunk itt megmutatni. Az egyik az a kezemben látható TLK 100-as modell, illetve van mobil készülék is, ami ugye autóba vagy járműre vagy járműbe szerelhető. A vévrendszernek rendszernek a filozófiája jobban belefért, mint a Kaltánál, ők egy mobil is rendelkezésre bocsátanak. Ez gyakorlatilag bármilyen okos telefonra vagy, 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 vagy okos eszközre föltelepíthető, és ezen keresztül is használható a rendszer. Tehát akinek egy bármilyen okos telefonja van, föl van rá telepítve ez az app, azt tud forgalmazni azokkal az állomásokkal, akik fizikai adóvevő készüléket használnak. A harmadik része pedig a rendszernek pedig a dispatcher rendszer, amely egy webes alapon elérhető rendszer, ahol különböző helyzetmeghatározási funkciókat, üzenetküldés, videóküldés, fogadást és egyéb hasznos funkciókat lehet egy kényelmes számítógépes felületen keresztül használni. A VPTX készülékről tényleg nagyon röviden láthatjátok a legfontosabb dolog, hogy Ugye a mélyén valahol nyilván ebben is egy okos eszköz van, de kezelőfelülete nagyon egyszerű, nincsen rajta, csak egy ilyen kis rejtett kijelző, ami mutatja, hogy melyik csatornára van kapcsolva a készülék, vagy hát melyik csoportba, de nincsen rajta touchscreen és egyebek, tehát a felhasználó igazából sok mindent nem tud vele csinálni, azon kívül, mint egy hagyományos adóvevővel is tudna egyébként, és látható egy nagy PTT gomb az oldalán, ezt ugyanúgy nyomkodni kell, mint ahogy a ahogy megszoktuk az adóvevők esetében. Ami, amit nagyon szeretünk ebben a készülékben, nagyon szubjektív leszek, az a formája, nekem ez nagyon bejön, mink is lapos, meg könnyű, meg tényleg nagyon jó anyagból van, és amit nagyon jól eltalált a Motorola, az a hangminősége. Amikor először bekapcsoltam ezt a készüléket, azon lepődtem meg, hogy, hogy gyakorlatilag ilyen, ilyen hifi hangzása van, mint mintha valami műsorszóró adót hallgatnék. Itt tudjátok majd próbálni itt a, a szünetben. Tehát ugyanúgy, mint egy adóvevőn, csatornaváltó gomb van rajta. A, készülékben a, kétfajta modellt forgalmaz a Motorola, az egyikben beépített simkártya van. A Motorola ugye minden ilyen internet alapú adóvevőnél a készülék a fizikai hardware mellett azért szükség van egy szolgáltatásra is, egy szerver háttérre, illetve hozzáféréshez a mobil hálózathoz, vagy pedig a, a wifi-hez valahol, és ezt a motorolánál két módon is licenszelhetjük, vagy olyan készüléket vásárolunk, amiben SIM-kártya van, akkor a Motorola saját partnereink keresztül beépített SIM-kártyával biztosítja a mobilhálózathoz való hozzáférést is. De van olyan lehetőség is, hogy sim nélküli modellt veszünk, és itt pedig maga az ügyfél döntheti el, hogy melyik szolgáltatóval szerződik le, kinek a hálózatát használja. Ugye itt akár privát LTE-ről is beszélhetünk, tehát egy nagyobb cég esetében lehet, hogy hogy ez megoldható, hogy a szolgáltató letelepít a saját tornyokat, egyebek, akkor ott a szolgáltató olyan hozzáférés fog biztosítani, hogy csak azok a készülékek férnek hozzá a tornyokhoz. A Motorola TLK 150-es készülék, ez én, én, azt mondanám, hogy nagyjából hasonló tudással bír egyébként, mint a, mint a kézikészülék, csak hogy autóba építhető be, így ott kényelmesebben használható, nagyobb a is, nagyon jó a hangminősége. Én azt gondolom, hogy egyébként funkciókban, funkcionalitásában nagyjából ugyanazt azokat a szolgáltatásokat nyújtja, mint a kézikészülék, nyilván itt a kezelhetősége, használhatósága az, ami, az, ami fontos különbség, itt is van szimkártyás és szimkártya nélküli modell. Ezen van egy kis kijelző, ami kicsit több információt ad, mint a, mint a kézi készüléken lévő rejtett kijelző. Jó, és akkor a, a mobil applikáció, amit mondtam, az bármilyen okos eszközre föltelepíthető, Androidra, illetve ios re is. Talán itt az első ilyen képen látható, hogy itt egy ilyen kis mikrofon gomb jelenik meg középen, az, tulajdonképpen az működik PTT gombként, tehát az okos kis kijelzővel megnyomjuk a, a gombot, és ezen keresztül tudunk akkor beszélni, ugyanúgy, mint, mint egy, mint egy adóvevőn. Illetve programozható, valamelyik gombra beállíthatjuk, hogy mondjuk a, nem tudom, a különböző készülékeken különböző mennyiségű gombok vannak, de be lehet állítani, hogy mondjuk a, nem tudom, a kamera elsütő gombot beállítjuk, mint PTT gomb, és akkor az is működik. Tehát ezt meg kell nézni, ez különböző típusok, különböző telefon és különböző okos eszközöknél kicsit másképp működik, ezt nyilván meg kell nézni, amikor földelepítjük, hogy rá tudjuk-e konfigurálni valamelyik fizikai gombra. Ennek az apnak egyébként előnye az, hogy nem csak hangkommunikációt tudunk folytatni, tehát nem csak mint egy adóvevő beszélhetünk, hanem nyilván mint egy okos eszközön át tudjuk küldeni a többi felhasználónak multimédiás tartalmat, tehát képeket, videókat, tudunk szöveges üzeneteket küldeni, visszatudjuk tudjuk játszani az érkező hangüzeneteket, felvételt készíteni, és így tovább. Illetve helymeghatározás hely meghatározás is van benne, tehát megnézhetjük a térképen, hogy a többi felhasználó merre van, illetve a többi felhasználó is láthatja, hogy mi merre járunk. A Dispatcher rendszerről, a Dispatcher szoftverről már beszéltem, a Motorola ezt egy webes böngészőn keresztül oldotta meg, tehát gyakorlatilag bármilyen standard webböngészőnk van, akkor tudjuk használni ezt a Dispatcher rendszert. A Dispatcher rendszerben különböző olyan opcióink és lehetőségeink vannak, amelyek hatékonyabbá teszik a munkavégzés-munkaszervezést. Egyrészt láthatjuk a felhasználókat, hogy ki merre jár, merre vannak a, a kollégák. Tudunk itt is hangok, hangot rögzíteni, üzeneteket küldeni, üzeneteket fogadni. Természetesen mielőtt van egy grafikus megeréintőnk, itt is láthatjuk a, a küldött multimédiás üzeneteket, és még számos további szolgáltatást kaphatunk. A rendszerhez extraként külön licenszelhetőek a safeguard funkciók. Ezek a safeguard funkciók különböző biztonsági lehetőségeket, és szolgáltatásokat nyújtanak. Egyrészt lehetőségünk lesz vészhívást küldeni, illetve a dispatcher ezeket a vészhívásokat fogadni tudja. A dispatcher be tudja kapcsolni az adóvevőknek, a, pontosan a termináloknak a, a, mikrofonját, tehát meg tudja hallgatni, hogy mi történik egy adott helyszínen. Tehát, hogyha egy kolléga például feltetően bajban van, vagy nem jelentkezik, bekapcsoljuk a mikrofonját, és meg tudjuk hallgatni távolról, hogy mi történik a környezetében, nincs -e, ott esetleg valamilyen probléma. Lehetőség van diszkrét belehallgatása is, tehát hogyha a felhasználók beszélgetéseket folytatnak, abban bele tudunk hallgatni diszkrét módon, hogy ezt nem tudják sok helyen fontos az, hogy a távoli felhasználót ugye ellenőrizni lehessen, de hát nagyjából ezek, amiket mondtam, ezek is ugye ebbe az irányba hatnak, tehát meg lehet nézni, ki merre jár, és, és mit csinál. És ami nagyon fontos, hogy távolról lehet különböző funkciókat kibekapcsolni a rendszerben, tehát hogyha például egy készüléket ellopnak, vagy, vagy, elveszik, akkor, akkor ezeket távolról ugye le tudjuk tiltani, engedni, illetve fontos a talán ez az egyik legfontosabb, ez pedig az eleme átjárhatóság. Ez azt jelenti, hogy ez a vév rendszer összekapcsolható a Motorola más rádió, mondjuk hagyományos digitális rádió rendszereivel, akár az analóggal is egyébként, és, és így módon van átjárás. Tehát, hogyha van egy hely, ahol mondjuk egy fizikai átjátszót használnak egy 10 km-es körzeten belül, de a kollega éppen el kell, hogy menjen az ország másik felébe, és továbbra is kapcsolatban akar maradni a többiekkel, akkor ő pedig véven keresztül, távolról, több száz vagy több ezer kilométerről is akár be tud kapcsolódni a, a kommunikációba. Jó, hát igen, ez, erről, erről, beszéltem alapvetően, tehát itt mutatja, hogy milyen rendszerekkel kapcsolható össze, melyek a támogatott rendszerek. De a listvárak, amik, amik itt megjelennek, itt Azért azt látható, hogy vannak, az alapcincenszek, és ehhez külön kiegészítőként lehet például a safeguard funkciókat is megvásárolni. A Motorola Wave rendszerén kívül foglalkozunk a Kalta vagy Kolta nevű gyártónak a termékeivel is, és itt egy nagyon érdekes kapcsolat van a két cég között. A, maga a, a rendszer, maguk a, a szoftver, illetve a hardware elemek a Kaltától származnak, miért, hogy ki ez a cég, erről miért szólok még két mondatot. Viszont a hozzátartozó szolgáltatást azt az Anikó Kft. nyújtja, tehát a hardvert és a rajta lévő szoftvert azt a Kalta szállítja, viszont a szervereket az Anikó Kft. biztosítja, és ezeken a szervereken keresztül zajlik a biztonságos kommunikáció. Itt ugye szerettük volna azt, hogyha ezek a szerverek Magyarországon vannak, tehát alacsony válaszidővel rendelkeznek, illetve megfelelnek a Magyarországon és az Európai Unióban elvárható GDPR feltételeknek, ezért döntöttünk azt amellett, hogy hogy mi fogjuk üzemeltetni a szervereket. Tehát amikor a készüléket megvásárolják, azzal párhuzamosan az ügyfelek egy szerződést is kötnek Általában az ANIPU KFT-vel, hogy használhassák a szervereinket. Természetesen nagyobb cégek esetében lehetőség van arra is, hogy saját szerverük legyen, és azon keresztül működjön a kommunikáció, és akkor onnantól kezdve ahhoz nekünk nem sok közünk van, maximum támogatjuk és segítjük őket, de onnantól kezd az ő fel, feladatuk a szerverek üzemeltetése. Nyilván egy, egy kisebb cég esetében ez, ez azért elég költséges, és nem térülne meg, tehát kisebb ügyfeleknek általában az Anikó Kft. szolgáltatásait szoktuk ajánlani. Lehetséges, hogy a egy saját szerver, vagy egy saját szerverpark, az, az, praktikus lehet. A Kalta cég egy régi cég, bár valószínűleg Magyarországon keveset hallottak róla, ez a ZTE nevű kínai távközlési óriásnak a lányvállalatoként indult, és ez a ZTE, nem is tudom akkor minek nevet nevezni, egység vagy, vagy csapat, foglalkozott az adóvevő készülékeknek a, a, gyártásával, illetve fejlesztésével. Később, talán tavaly vagy tavaly előtt egy kicsit külön váltak, új befektetőket is bevontak, tehát most már kaltanéven vagy koltan éven folytatják. Azért vagyok bizonytalan, mert mindig Kaltának mondjuk, meg így esik jobban de, de hogyha a nyelven, nyelv, hogy angolul halljátok ezt a nevet, akkor kolta, így szokták ezt emlegetni. Egy, egy nagy cégről beszélünk, van több mint 700 alkalmazottjuk, 300-nál több szabadalmuk, és nem csak internet alapú készülékeket, tehát nem csak ezeket a, az ICHAT e rendszerhez tartozó adóövőket gyártják, hanem vannak DMR, illetve más két oldalú, tehát 2Way Radio, Radio termékeik elég sok készülék van forgalomban, Európában viszonylag kevés, de így is kb. 50 országban 3 millió felhasználója van akart a különböző rendszereinek. Itt a rendszer felépítését mutatja meg, ugye azt mondjuk, hogy csoportok közötti kommunikációt biztosít ez a rendszer, interneten kommunikál. Itt nagyon fontos, hogy a készülék tehát elvileg, maga, elvileg a rendszer úgy van kitalálva, hogy 2G, 3G, 4G és wi hálózatokon keresztül is kommunikálni tudjon. Ez egy kicsit csalóka, ez azért készülék, illetve készülék modelltől vagy típustól is függ. Például az l 350 es készüléket azért is nagyon szeretjük, mert egy csomó olyan helyszín van az országban is, ahol maximum a GSM, tehát a 2G hálózat érhető el. Ez a készülék azon is működik, és ha nem is biztosít ugyanolyan tökéletes hangzás, meg egy kis késletetés is lesz benne, de mégis lehet azért használni és, és működik. Míg más készülékekben esetleg ez már nincsen benne. Illetve Magyarországon, ugye most éppen folyamatban van a 3G hálózatoknak a, a lekapcsolása, tehát az hogy, az, hogy a készülék melyik hálózaton működik, az az modelltől függ, de egyébként a rendszer alkalmas a kommunikációra ezeken a hálózatokon. Korlátlan hatótávolság van, hiszen mindenhol, ahol a mobil szolgáltató mobil internet lefedettséget biztosított, a készülék működik. Az eszközök pedig ugye a hagyományos rádiózást és a mobiltelefonokon meg, megszokott funkciókat próbálják ötvözni és nyújtani a felhasználóknak. Nagyon röviden itt, hogy milyen, ezeken kívül is nagyon sok más lehetőség is van, mert egy pár ilyen figyelemfelkeltő dolog, hogy nyilván ehhez is van egy diszpécser rendszer, erről majd lesz külön dia. Készülékek tudnak hívásokat rögzíteni, a diszpécser rendszer is tud egyébként hívásokat rögzíteni, és hamarosan, most már központi hangrögzítése is lesz lehetőség. A készülékeken lehet csoportos beszélgetéseket folytatni, tehát amikor én mondom valamit, mindenki, aki a csatornán vagy az adott csoportban van, az hallja, hogy mit mondunk, de lehet privát beszélgetéseket is folytatni, és akkor egymással csak a, az érintettek állnak kapcsolatban. A rendszernek nagy előnye a hagyományos adóvevőkhöz képest, hogy gyakorlatilag korlátlan számú beszéd csoport nevezzük csatornának hozható létre, tehát ugye nagy mennyiségű felhasználónk van, és szeretnénk őket jobban elkülönteni, akár több száz csatornánk is lehet. Nyilván hogy egy, 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 szerveren keresztül, vagy szervereken keresztül bonyolódik a kommunikáció, ezt bármikor azonnal létre lehet hozni, jó, nincsen szükség itt sem arra, hogy rádiófrekvenciás rendszert fejleszünk, telepítsünk, tervezzünk, engedélyeket kérünk a megfelelő hatóságoktól. A rendszerben GPS alapú szolgáltatásokat is igénybe lehet venni, tehát a készülékekben van GPS, nyomon tudjuk követni azt, hogy merre járnak az egyes felhasználók, és különböző riasztásokat is kiválthat az, hogyha belépnek egy területre, vagy elhagynak egy bizonyos területet. A készülékek többsége Android operációs rendszerre épül, de ezek eléggé alaposan testre szabott Android operációs rendszerek, tehát ebben is egy Android dobog, de ezen sincsen ugye touchscreen és egyebek, tehát alapvetően azt a funkciót szolgálják ki elsősorban, hogy ezek adóvevőként működnek. Jó, általában jellemző a készülékekre a nagy akkumulátorkapacitás, tehát viszonylag hosszú üzemidőt tesznek lehetővé, egy, egy, egy műszakot végig lehessen velük dolgozni vagy akár többet is. A szolgáltatást nem a Kalta biztosítja, hanem az Anikó Kft. Ugye szemben a motorola ahol ugye a motorola is megvehetjük a szolgáltatást közvetlenül. Itt a szolgáltatás az Anikó Kft. nyújtja. Az Anikó Kft. tud adni szimkártyát, több szolgáltatóval állunk kapcsolatban, vannak megállapodásaink a helyi magyarországi szolgáltatókkal, és vannak olyan kártyáink is, amelyek mind a három nagy magyarországi szolgáltatónak a hálózatára képesek rácsatlakozni, így módon. ott, ahol mondjuk a Telekom mondjuk nem érhető el, ott mondjuk a Telenor vagy a Vodafone hálózatán fog tovább működni a, a készülék. A hálózat függetlenséget biztosít, tehát hogyha olyan országban használjuk, ahol nincsen lefedettség a mi szolgáltatónak, egy helyi színkártyával akár, akár kicserjük és működhet tovább különböző kiegészítők ehhez is elérhetőek, headsetek és, és egyébként bluetooth vagy vezetékes módon. Jelen nagyon röviden, hogy milyen választék van. A kedvencünk most már több az E350-es. Ez, egy, ez a készülék, nyilván ezt is majd körbe fogjuk adni, és meg tudjátok nézegetni. Ez egy viszonylag kicsi kézre álló darab, Én nagyon, szeretem, nagyon megbízható. Ez is működik a, a 2G, 3G, 4G hálózaton. Az E360-as, ez a a társa. Ennek már egy nagyobb színes kijelzője van, funkcionalitásában, tudásában elég hasonló egyébként, de ami jó benne, hogy ennek van egy töltő talpa, úgyhogy a töltése nem csak USB kábelen keresztül oldható meg, hanem ha beállítjuk az asztalon vagy a járműemben a töltő talba, akkor is kényelmesen tölthető. Van az E600-as modell, ezen semmilyen kijelző nincsen, viszont vízálló, és uh, mivel hogy nincsen rajta kijelző, itt különböző hangbemondások segítik a felhasználót abban, hogy melyik csatornára van kapcsolva a készülék, milyen funkciókat kapcsol ki vagy be éppen. Programozható a készülék, tehát beállíthatjuk, hogy milyen szolgáltatásokat tudhat átállítani, melyik csatornákat használhatja a felhasználó, úgyhogy mind központilag történik. Ezért én azt gondolom, hogy ez a legfelhasználóbb, biztosabb, nem fogja elnyomogatni a felhasználó, és az sem okoz neki gondot, hogyha beejtjük egy kis pocsolyába, vagy ilyesmi, mert, 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 mert vízálló a víz a készülék. Az 690 es szintén vízálló modell, ennek viszont van egy jelzője, és így módon sokkal több szolgáltatást érhetünk el, de van rajta a kamera is egyébként, tehát tudunk vele fényképeket készíteni, ami adott esetben például egy őrszolgálatnál fontos lehet, vagy egy, egy problémát le tud fényképezni, és azt a, a képet el tudja küldeni mondjuk a diszpécsernek, vagy egy másik felhasználónak, akinek kijelzős készüléke van. Illetve a készülék, ez a készülék rendelkezik egy numerikus billentyűzettel, tehát akár egy egyszerű telefonként is használhatjuk. Tehát, ha valakit fel kell hívni a, a helyszínről, és olyan típusú szimkártya van benne, akkor telefonhívásokat is indíthatunk, vagy fogadhatunk rajta. Van két modell, az E700-as és az E720-as, amelyek gyakorlatilag már nagyban hasonlítanak egy, egy okos eszközhöz, tehát ezek android alapú eszközök, touchscreennel, van azoknak a felhasználóknak ajánljuk, akik mondjuk egy csoportot vezetnek, de maguk is kim vannak egy helyszínen. Mert ezen a készüléken, ezen is látható egy térkép, vagy ezen is elérhető egy térkép, és a térképen megjelenti, hogy a, a többi felhasználók hol vannak. Kényelmes touchscreen felületen keresztül tud üzeneteket küldeni, fényképeket vagy videókat, tehát multimédia üzeneteket küldeni, illetve fogadni és minden mellett bizonyos felhasználóknál fontos az is, hogy olyan alkalmazásokat is tud telepíteni a készülékre, ami az ő munkájához szükséges. Például közterületfelügyeleteknél van olyan, hogy azon kívül, hogy használják, mint adóvevő, és értesíteni tudják, hogy helyszíre kell menni a járőrnek, el tudják küldeni a képen az eseményt, hogy mit intézkedtek, mit találtak, milyen rendbontást történt, hogy szereltek szét valamilyen padot például, vagy hasonlók. Mellesre futnak rajta azok az alkalmazások, amik nekik kellenek, tehát ugye a bírságoláshoz szükséges a szoftvertől kezdve elérik a különböző adatbázisokat, tehát meg nézni például az ingatlan nyilvántartást, hogy, hogy az kinek a területe például, ahol, ahol járnak, vagy a gépjármű nyilvántartást, hogy az a gépjármű az kié, vagy egyebek, Tehát minden olyan a dolgot elérnek rajta, ami munkájukhoz kell, és nem kell hat különböző készüléket cipelniük magukkal, egy okos eszközben meg tudják ezt oldani. Mind a mellett, hogy a fő funkciója ezeknek a készüléknek továbbra is az, hogy adóvevőként funkcionáljanak. Az operációs rendszer ezt a szolgáltatást tartja a legfontosabbnak, mindent ez alá helyez. A rendszerhez tartozik egy dispatcher rendszer, itt ez egy Windows alapú szoftver, ami ugyanúgy egy tagállomásaként működik a rendszernek, vagy működhet a rendszernek. Tehát, hogyha valahol egy dispatcher ezt használja, egy headsettel vagy egy mikrofonnal, ugyanúgy tud a többi rádióval beszélni. Ugyanakkor, hogy ezzel párhuzamosan térképen tudja követni a felhasználóknak a mozgását, tétre tud hozni különféle geokerítéseket, ahol riasztásokat kaphat arról, hogyha valaki belépett egy zónába, vagy kilépett egy zónából, illetve üzeneteket tud ő is küldeni, illetve fogadni a rendszeren keresztül, de van nagyon sok más lehetőség is. Létre tud hozni alkalmi csoportokat, alkalmi csatornákat, tehát hogy van egy, egy esemény, egy káreset mondjuk valahol, vagy egy havária, akkor a különböző csapatokat össze tudja vonni egy közös csoportba, akik egyébként normál körülmények között különböző csoportokba, csatornákon lennének, de ott hirtelen az a feladat, hogy együtt kell működniük, és kell tudniuk egymással kommunikálni. Ez pedig a azonnal a konzolról meg tudja tenni. Amikor a következő diákon vannak, az nagyjából az, amit már itt tényleg átszaladtam egyébként, tehát a Dispatcher szoftvernek a különböző lehetőségeit mutatja. Tehát egyrészt tudjuk, tudunk ugye beszélni a Dispatcher szoftverből a, a kollégákkal, akár ilyen csoportos hívás szinten, akár egyéni beszélgetés formájában meg tudjuk nézni, hogy a készülékek éppen melyik csoportban vannak, tehát a Dispatcher meg akarja találni a Józsit, akkor, akkor megnézi, hogy melyik csoportban van melyikben vételkész. kész. csoportokat lehet kezelni, létrehozni. Helyi meghatározásról beszéltem, nyomkövetésről is beszéltem, a riasztásokról nem beszéltem, viszont a következő lesz az, ami ebben izgalmasak, a biztonsági funkciók. Ugye a Motorola rendszernél ezek, ezek külön licenszelhető szolgáltatások vagy lehetőségek voltak, ugye ezek a safeguard funkciók. A, az ICHAT e esetében nagyon sok biztonsági funkció az alaprendszer részét képezi, tehát például a riasztása, tehát hogy minden ilyen a készüléken nagyon büszkékre van egy ilyen gomb, és ha ezt a narancsága gombot megnyomjuk, akkor az diszpécsert riasztja, tehát ha valaki ...nek bármilyen problémája van, akkor ezzel tud egy segélyhívást indítani. És ezzel párhuzamosan különböző szolgáltatásokat, tehát mi is bele tudunk hallgatni abba, hogy ő, mi történik a környékén, stb. Bizonyos eszközöknél van ilyen mendown funkció, tehát hogyha leesett, akkor, akkor, akkor értesítést küld. Van a magányos munkás funkció, tehát hogyha valaki egyedül dolgozik, akkor bizonyos időközönként neki nyomnia kell egy gombot ahhoz, hogy ne történjen meg egy riasztás. Ha ezt elmulasztja, akkor azonnal érkezik egy riasztás a diszpécserhez, és tudja, hogy érdemes megkérdezni az illetőt, hogy nincs -e valami gond, küldeni hozzá valakit, aki segíthet. A készülékek többségében magyar nyelvű menü van. Nagyon sok inputot adtunk a gyártónak, fejlesztőnek, hogy mit szeretnék a szoftverbe. Itt természetesen a magyar nyelv is bekerült a készülékek többségébe. Nem minden modellbe, vagy nem minden modellbe került bele még. Nyilván ez az érdeklődés, az eladott darabszámok és az idő kérdése, hogy, hogy mikor kerül bele, de nagyon jó kapcsolatban vagyunk a, a gyártó céggel. Nagyon fontos az utolsó, az a demóprogram. Ezekből a készülékekből szoktunk tudni demo rendszereket biztosítani a cégeknek, tehát aki érdeklődik, kipróbálná szívesen abban a környezetben a készülékeket, ahol egyébként használná majd a, a valóságban, ott abban a helyzetben díjmentesen ki tudja próbálni. Ez lehetőséget ad arra is, hogy Közben átbeszéljük, hogy milyen lehetőség van, mi az, amit hiányol a rendszerből, mert lehet, hogy a rendszer tudja, csak nem egyértelmű, vagy nem, nem rögtön derül ki. Úgyhogy mindenkit biztatok, hogy ha, ha van érdeklődés, akkor szívesen adunk belőle készülékeket. Most egyébként hoztunk is egy jó néhány darabot belőle, úgyhogy itt a szünetben vagy a szünet után szerintem lehet játszani velük.